Hetedik alkalommal rendezték meg a Kolbásztöltő Fesztivált a Jancsárkertben. A hagyományos gasztró találkozón idén is színes, változatos programokkal várták az érdeklődőket. A Jancsárkert Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesülete ezúttal is figyelt arra, hogy különleges hangulat övezze a tradicionális magyar étek ünnepét. Köszönjük szépen a Jancsárkert piacnak és a Fehérvári Polgárok Egyesületének, hogy idén is gondoltak arra, hogy elbúcsúztassuk a telet, amely még nem szeretne búcsúzni, úgy érzem, de azt hiszem, hogy amennyit én tudok a kolbászról és a kolbásztöltésről, ez az időjárás most a kolbásztöltésnek kedvez, és nem pedig a kerti munkának, hidegnek kell lenni. Itt már készülődnek mellettünk, mögöttünk a csapatok. Különböző védőitalokkal is készülnek a kolbásztöltésre, hiszen az is egy nagyon fontos része. De a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk, találkozunk, beszélgethetünk, és a finom elkészült kolbász az csak megkoronázza majd ezt a mai napot. De bármennyire is jól érezzük magunkat ma, a mai napon, nem szabad elfelejtenünk, hogy a szomszédban egy háború zajlik, és én azt szeretném kérni mindenkitől, amikor itt a piacon sétál, és olyan tartós élelmiszert lát, amivel úgy gondolja, hogy segíthet a bajba jutottaknak, akkor azt kérem, hogy tegye meg, holnap reggel 8 órától az én irodám a Rózsa utcában is nyitva lesz, és ott is fogadjuk és várjuk az adományokat, mint ahogy a város is fel van készülve, a polgármesterről tegnap egyeztettünk, és az ukrán kisebbség, nemzetiségi önkormányzat elnökével folytatott megbeszélésünket követően fel vagyunk készülve, mint város is arra, hogy a menekülteket befogadjuk és segítjük minden módon, ahogy ők ezt szeretnék és kérik. Mészáros Attila alpolgármester is köszöntötte a nemzedékek által őrzött titkos receptek készítőit, és tájékoztatta a közösséget, hogy gyűjtés indult az ukrán nép megsegítésére. Azt gondolom, hogy a közösségi kulturális gasztronómiai fesztiválok mindig nagyon szép tömegeket mozgatnak meg itt Székesfehérváron, akár ha csak a lecsóra vagy éppen a hallal kapcsolatos fesztiválokra gondolunk, de a Fehérvári Polgárok Egyesület és a Jancsárkert szervezésében most már nagyon szép hagyomány itt a Kolbásztöltő Fesztivál, és nagy öröm, hogy az idén meg tudjuk szervezni, hiszen nyilván a pandémia az elmúlt időszakban ezt a rendezvényt is nehezítette, de azt gondolom, hogy a szervezők lelkesedése, illetve a székesfehérváriak, az ide érkezőknek a szándéka az megtette azt, hogy az idejében is meg lehet ezt tartani. De természetesen azt gondolom, hogy a mai napot is beérnyékolja a szomszédban zajló események, ezért talán nem lehet olyan önfelett az öröm és a kikapcsolódás, de bízom benne, hogy a mai nap is hozzájárul ahhoz, hogy az itt élők egy kellemes napot töltsenek el jó társaságban, jó ételekkel, jó italokkal. A program kiváló alkalom volt arra, hogy a kolbásztöltő közösségek, mint egy csapatépítő tréningen még jobban összekovácsolódjanak, családok, barátok tölthessenek el együtt egy szép napot. Ez a 7. kolbásztöltő fesztiválunk annak ellenére, hogy 9 éve volt az első, mert 2 év kimaradt. Hát reméljük, hogy nagyon jól lesz, nagyon jól lesz a hangulat, és készülnek olyan igazi házi kolbászok, ami gyakorlatilag egy teljesen natur és a régi receptek alapján készülő igazi jó házi kolbász lesz. A hagyományos rendezvényen egy rendhagyóan csupa hölgyből álló csapat is bemutatta tudását. Mi az Endokapszula Magánorvosi Centrum vagyunk, és hát ez most véletlenül alakult így, hogy csak lányok vagyunk, mert a doktoroknak elfoglaltságuk volt, épp gyerekük született, és ehhez hasonló, úgyhogy így most csak lányok jöttünk. És milyen kolbászt készítenek? Hát ezt a... Egy hagyományos gyulai kolbászt fogunk majd csinálni. A fesztivál egyik különlegessége a Finnországból érkezett magyar csapat volt, akik a különleges és a magyaros ízvilág rajongójaként mérettették meg magukat. Finnországban nagyon népszerű a kolbász, de teljesen másfajta kolbászt készítenek, mint amit mi ismerünk. Inkább egy ilyen szafaládészerű lecsókolbászhoz hasonló, magyarok számára kicsit furcsa kolbász, amit ők készítenek. Én kolbászgyártok, nekem egy kolbászgyártó kis cégem van, a Ferry Sausages Helsinki-ben, és családlátogatás miatt jöttünk Székesfehérvárra, és amikor a repülőtársaság eltolta
a repülőjáratunkat vasárnapról hétfőre, akkor úgy döntöttem, hogy végül is miért ne jöhetnénk, hiszen kaptunk egy napot Székesfehérváron, úgyhogy örömmel részt veszünk. Nem célunk a győzelem, egyszerűen jól akarjuk magunkat érezni, és mutatni egy pár új ízt, amit szerintem a magyar közönség még talán nem ismer. Beszéljünk akkor ezekről az ízekről. Természetesen a magyaros paprikás kolbász nem maradhat el, de ezen kívül fogunk készíteni egy brit típusú Cumberland kolbászt, ami egy zsájás, szerecsendiós, egy marokkói típusú csípős kolbászt, és egy olaszos szalszicsát, ami egy édesköményes vörösboros kolbász. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond a zsűri. Horváth Lajos és az ő tűzoltó csapata egyként esküszik a hagyományos magyar és az egyedi fűszerezési finomságokra egyaránt. Mindig résztvevői voltunk ennek a fesztiválnak, hiszen alapjában véve a horvát kollégák, a szerb kollégák is itt lettek volna, de mivel hogy a helyzet ilyen, így nem tudnak most itt lenni, mi magunk képviseljük ezt a fesztivált. Mielőtt elkezdődhetett volna a várva várt eredményhirdetés, egy fantasztikus táncház, majd a Szabad Színház játékos vetélkedője csalt mosolyt a gyermekek, szüleik és nagyszüleik arcára, hogy aztán a rangos zsűri, Grenyovszki Károly mesterszakács és Paminger Eda a királyi város ízmestere értékelje a töltelékek ízletességét, a munkaasztal és a tevékenység higiéniáját, a receptúra közreadását, a csapatok ötletes és humoros bemutatkozását, megjelenését. Azt kell, hogy mondjam, egyre jobbak. Tehát igazándiból mi magyarok a kolbász töltés mesterei vagyunk, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk ilyen szempontból, mert a jobbnál jobb ízeket kóstolgattuk a kolbásszal kapcsolatosan. Van hagyományos töltési kolbász, van a különleges ízvilág, egyre nagyobb súlyt kapnak a különleges töltési kolbászok. A fesztiválon végül első helyen végzett a Katasumi csapata, második helyen zárt az Endokolbász, a harmadik helyet pedig a Széna Egyesület a Családokért Együttese érdemelte ki. Ezen a versenyen azonban igazából mindenki győztes és egyenlő volt, a kiváló hangulatú eseményen megjelent kolbásztöltők és látogatók megerősítették, a kolbász így is, úgy is fenséges étek. Harmadik alkalommal rendezett családi hétvégét a Jancsártkert Piac és Közösségi Egyesület és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ február 24-e és 27-e között várták mindazokat, akiket érdekelt az egészség és környezettudatos életmód, illetve az újrahasznosítás témaköre. Az ingyenes esemény minden korosztálynak kínált programot, játékos ismeretterjesztő foglalkozás gyermekeknek, szűrővizsgálatok, tanácsadások és persze a szokásos termelői és biópiac várták a látogatókat. Egészségügyi szűrések lesznek, az egészségfejlesztési irodától, illetve a Virágegészség Központtól várunk ide embereket, akik különböző szűréseket és tanácsadásokat fognak végezni. Jön a Zölderő Sárét Egyesület, akik használt pólókat, könyveket, ruhákat fognak gyűjteni, és a pólók megmutatják, hogy hogyan lehet újra hasznosított pólófonalat vagy pólószatyrot készíteni. A trükkös bringákat is vártuk már, 7 darab olyan trükkös bringánk van, amit kipróbálhatnak az emberek, és természetesen ezen kívül a termelői piac továbbra is várja a vendégeit. Holnap kolbásztöltő fesztivál lesz itt a sátorban, bent egy használt tovább Fehérvár találkozó, tehát szintén egy ilyen használt ruha, játék és könyvásár. Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke elmondta, az eseményt a közelgő tavasz jegyében szervezik, és sokféle a testi-lelki egészség megőrzését célzó hasznos és érdekes programokat kínálnak a látogatóknak. Szeretnénk a küldetésüknek megfelelően az egészséges életmódot eljutatni minél több székesfehérvári családhoz. Az egészséges életmódot, hogyha részekre bontjuk, akkor egy alapvető rész az egészséges élelmiszerek és italok fogyasztása, a mozgás szeretete, testi-lelki egészség. Tehát mindezekre fókuszálva megpróbálunk olyan gazdag programokat szervezni ezzel a 4 nap alatt, amelyben mindenki megtalálja magának megfelelőt, kicsik is és nagyok is. Gyerekekkel is foglalkozunk még, hiszen minden hozzánk érkező gyermek egy 500 forint értékű játékpénzt kap, amelyet elvásárolhat a piacon, és biztatjuk őket, hogy minél egészségesebb ételeket és italokat vásároljanak.
Keresztúri Lászlóné, a Fehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője elmondta, hogy a hagyományos szűrővizsgálatok mellett támogatják a helyi termékeket, népszerűsítik az egészségtudatos és környezetbarát életmódot. Évről évre egyre többen lesznek, akik jönnek a szűrővizsgálatainkra, dietetikai tanácsadásra, táplálkozási útmutatókat kapnak, miután egy termelői piacon vagyunk, ezért az itteni termékekből hogyan lehet egészséges finomságokat készíteni, ezt mondja a dietetikusunk, és ez van a kis füzetünkben is, amit ajánlunk mindenki figyelmébe. A Zöldellő Sárét Egyesület jóvoltából egészségtudatos és környezetbarát életmódra nevelő játékos foglalkoztató programok várták az általános iskolás csoportokat, amelynek keretében hallhattak arról is, miért fontos az újrahasznosítás, és hogyan, mit lehet tenni ennek szellemében környezetünkért. Most már hagyományosan mondhatom, hogy anyagokat gyűjtünk, alapanyagokat az újrahasználat jegyében, nem mindent, hanem csak farmert, pólót, zoknit és most könyvet is. Pontosan azért gyűjtünk ennyire specifikus anyagokat, mert vannak olyan vállalkozók, vannak olyan emberek, akik ebből tudnak új tárgyakat készíteni. Emellett van egy úgynevezett zero waste asztalunk, igyekszünk olyan használati tárgyakat megmutatni a konyhán keresztül a fürdőszobáig, amivel bárki megpróbálkozhat, kipróbálhatja, itt megfoghatja, elbeszélgethetünk arról vele, hogy ezt hogyan kell használni, és ezáltal is kevesebb szemetet tud termelni. A bevásárlás mellett ezen a napon a látogatók életmód és dietetikai, valamint homeopátiás tanácsadáson és egészségügyi szűrővizsgálaton is részt vehettek. Ami a Virág Egészség Központot képviseljük, és hát ott teljesen a természetes és egészséges életmódra nevelés is zajlik, nem csak a gyógyítás. Hát missziónk, hogy gyakorlatilag az egészségre neveljük a fiatalokat, az időseket. Alapvetően a fülorgégészeti ellátáson kívül homeopátiával, és hát alapvetően a szelíd gyógymód lenne nekünk a kitűzés, hogy mindenki a megfelelő táplálkozás, megfelelő életmóddal megelőzze a betegségeket, és hogyha már bármilyen betegség kialakul, akkor minél kevésbé a gyógyszeres megoldásokat választanánk. Tehát a Világegészség Központban az allergiáktól, a kisgyerekek, nagy felnőttek náthájáig rengeteg olyan terület van, amit megpróbálunk különösebb, erősebb gyógyszerek nélkül megoldani. Azon kívül az allergiákban a táplálkozási felvilágosítás, a beteg kíséret, visszahívjuk, kontrolláljuk, gyakorlatilag megpróbálunk egy olyan szemléletet kialakítani, hogy az egészségkultúrát fejlesszük, és ne pedig a betegség legyen tehát ne betegek jöjjenek hozzánk, hanem olyan páciensek, akik már tapasztaltak és gyógyulnak. A gyermekek egy különlegességgel is megismerkedhettek, a Trükkös Bringa csoport Székesfehérváron is bemutatta különleges kétkerekűit. Nagyon sok trükkös bringát hoztam, tulajdonképpen 10 darabot és 10 félét is. Ez azért széles skála, mert a felnőttektől a gyerekekig mindenki ki tudja őket próbálni, és a hagyományostól eltérő a működésük. Tehát lehet szórakozni, nevetni, kikapcsolódni, ez a célunk. Az Egyesület általában ugye ezzel foglalkozik. Mennyire népszerű ma a kerékpár? Mit tudnak hozzátenni önök? Hát a kerékpár az egyre népszerűbb, és mi ehhez igyekszünk hozzátenni olyat, ami ugye nem a boltban megvásárolható élmény. Tehát azért trükkösek és azért eltérnek a hagyományostól. És ugye ma, hát ebbe az évben ugye nagyon sok kerékpáros rendezvény lesz, és ezt szeretnénk most is már beindítani, ezt a kerékpár iránti érdeklődést. A 4 napos programsorozatban mindenki megtalálhatta a számára fontos közösségi eseményt, a végszó pedig nem is lehetett más, kezedben a jövő. A közös agrárpolitika a kapuniós szabályrendszerében alapvető változások következtek be. A tagállamoknak ezért a forrásaik összességére, az ágazati célokat és azok eléréséhez szükséges intézkedéseket is magába foglaló stratégiai tervet kellett készíteniük. Az új teljesítési modell szerint az intézkedések sikerességét előre lefektetett eredménymutatók tényleges elérésével kell alátámasztani. Benyújtásra került Magyarország közös agrárpolitikának stratégiai terve. Most kezdődik a következő fázis, amikor is az Európai Unió Bizottsága vizsgálja, egyeztetések kezdődnek, amely ténylegesen meghatározza a 27-ig tartó támogatási időszakot, az agrárpolitika alakulását és a támogatási rendszernek a kialakítását. Melyek a talpontjai a jelennek, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a területalapú támogatás marad, és számtalan más új támogatási rendszer is befér ebbe a programba.
alapkritériumnak tekintettük, hogy megőrizzük a jelenlegi támogatási rendszert és a hozzátartozó támogatási szintet. Tehát nem csökkenni, nem visszalépni, hanem megtartani és növelni az eddig elért eredményeket. Természetesen része a területalapú támogatás, mely az egyes pillér részéből, és az ehhez kapcsolódó állatalapú támogatások, és a kettes pillér, mely a beruházási típusú támogatásokat a vidékfejlesztési rész foglalja magában. Külön eredménynek kívánj feltüntetni, hogy 50%-os támogatási intenzitás megtartására törekszünk, hogy a vidékfejlesztési program támogatásainak legalább 50%-át beruházásra tudjuk fordítani, és még így is jelentős támogatási összeg tud maradni. Nevezzük zöld költésnek, azoknak a támogatási formáknak, mely az erdőtelepítést, az agrárkörnyezetgazdálkodást és az ökológiai gazdálkodást, és még számos gazdálkodási lehetőségnek támogatását foglalja magába. Örömmel értesültünk róla, hogy a szaktárca gondoskodik a fiatal gazdákról is. Így van. Egy egészen új konstrukcióval kívánunk már a 23-tól induló időszakban előre menni a fiatal gazda támogatásban. Egészen új szemlélet mentén a generációváltás, a nemzedékváltással és a gazdaság átadással, mint új elemekkel megismertetve mindenkit, egy közös lehetőséget biztosítani mindenki számára az agrárium megújulására. Hazánkban a 2023 és 2027 között megvalósuló közös agrárpolitika kereteit a megújuló vidék, megújuló agrárium program megvalósításának szentelik. Ebben a tudatban fejlesztik az agráriumot és az élelmiszer előállítást, és megőrzik a teremtett világ természeti értékeit, illetve a vidéken élők számára jobb életminőséget tesznek lehetővé. Most egy nagyon izgalmas időszakban vagyunk, hisz a 7 éves tervezési időszak első 2 évét éljük, ami most rendhagyó jellege egy átmeneti időszakot jelent. Ez azt jelenti, hogy itt már az új büdzsét költjük, de még a régi szabályok szerint, hisz 2020-ra Brüsszelben nem sikerült megalkotni azokat az uniós jogszabályokat, amik lehetővé tették volna, hogy valóban egy normál 7 éves tervezési időszakkal menjünk. Hát a vidékfejlesztési program, illetve az egyes pilléres kifizetések összegét, ha nézzük, akkor egy nagyon robosztus számról beszélhetünk, mindegy 7600 milliárd forint fog ebben a 7 éves tervezési időszakban Magyarországra érkezni, és ennek a felhasználásáról, ennek a racionális elosztásáról, erről nekünk tervet kell készíteni, és azt kiküldeni Brüsszelbe, ezt egyébként tavaly év végéig kellett megtenni, aminek mi határidőre meg is feleltünk, és hát az ebben foglalt terveinkről már mindenképpen kell, hogy tájékoztassuk a gazdákat, mivel azt reméljük, hogy ez a program érdemi változtatás nélkül a nyár közepére elfogadásra kerül, és akkor ennyivel több idejük lesz a gazdálkodóknak felkészülni erre, hisz ez jövő év január 1-től, tehát 23. január 1-től hatályba is lép minden terv szerint, és akkor bizony változó szabályok szerint kell majd gondolkodnunk, és a változó szabályoknak megfelelően kell majd akár az egységes kérelmet beadni, vagy akár a különböző pályázati lehetőségekkel élni. Nem egy esetben a gazdálkodóknak az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatásoknál is egyéni döntéseket kell hozni, hisz lesznek olyan programelemek, a korábbihoz képest ez változás, ami egyéves vállalásokat és egyéves kifizetéseket fog jelenteni, és ilyen értelemben a falugazdászok segítsége felértékelődik, hisz ők az lesznek azok, akik magabiztossal, stabil és naprakész tudással tudnak majd rendelkezésre állni és támogatni a gazdálkodókat a jó döntések meghozatalában. Ezért vagyunk itt, hisz fontosnak gondoljuk, hogy a gazdálkodókat ne csak a falugazdászok tájékoztassák, hanem mi is, lehetőleg minél több interakció legyen, hisz nagyon sok információra van szükségünk nekünk is, hogy a vidék teljes körű ismeretében tudjunk programot alkotni, tudjuk szintetizálni azt a tudást, azt a szándékhalmazt, ami a vidéken felelhető, hogy aztán mindezt jól becsatornázva a politikai döntéshozatalba olyan programokat tudjunk alkotni, ami illeszkedik a vidéki fejlesztési igényeihez. Ebben kivételes segítség a kormány 80%-os hozzájárulása ehhez a programhoz. Ezt döntéshelyzetben vannak nyilván, de ezt fel is kell használni. Miként tudják a gazdákat tájékoztatni arról, hogy ez hogyan és miként használható fel? Való igaz, 2018-ban kezdtük el pedzegetni azt kamarai szinten, hogy a nemzeti társfinanszírozás 17,5%-os szintje az nem elégséges, hogyha azokat az ambiciózus célokat valóban el akarjuk élni, amiket az elmúlt időszakban megfogalmaztunk, és örömmel vettük tudomásul a kormány ezt a
felvetésünket befogadta, olyannyira, hogy 80%-os társfinanszírozást biztosít. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy állattartó telep, vagy egy kertészeti beruházás, vagy akár az AKG program kapcsán minden kifizetett 100 forintból mindössze 20 forint érkezik Brüsszelből, és 80 forint Magyarország kormánya döntése szerint a hazai büdzséből áll rendelkezésre. Ez egy óriási pénz, óriási lehetőséggel, de vegyük észre, hogy egy óriási felelősség is társul ehhez, hisz ez a forrás az elegendő ahhoz, hogy mi valóban a világ élvonalához közvetlenül fel tudjunk zárkozni, és be tudjunk kapcsolódni azon országok körébe, akik meghatározó élelmiszergazdasággal, élelmiszer exporttal rendelkeznek, nem csak az alapanyag, hanem a feldolgozott termékek területén is. Nagy lehetőség, azt gondolom, hogy közös felelősségünk, hogy éljünk ezzel. A program válasz a 21. század kihívásaira, az erősödő nemzetközi versenyre, a klímaváltozásra, a csökkenő biodiverzitásra, az élelmiszerellátási biztonság, vagy éppen a munkaerőhiány kérdéseire is. Másrésztről húzóágazataink megerősítésével hozzájárul a regionális versenyben való érrekerüléshez. Egy fejlesztési ciklusnak a végén vagyunk, és egy újnak az elején, és itt a magyar kormány nagyon komoly bejelentést tett, hogy mindahhoz a forráshoz, ami Európai Unióból érkezik, 80%-ot hozzátesz. Tehát ezzel a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusnak a vidékfejlesztési programjában jóval nagyobb összegek lesznek, mint a most lezártban. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a most lezárt fejlesztési ciklus forrásaiból is nagyon jelentős fejlesztések valósulhattak meg, és igen, a gazdálkodóknak a működését szolgáló bevételek is eléggé jelentősek voltak. Mai fórumnak tényleg az a feladata, hogy egy kicsit visszapillantsunk, megnézzük azt, hogy mondjuk milyen volt az agrárium helyzete 2010 előtt. Az annyira régen van, hogy ténylegesen elő kell venni azokat a régi emlékeket, már nehezen hisszük, de igen, valóban úgy volt, hogy akkor az akkori kormányoknak az volt az elképzelés, hogy maximálisan szolgálják ki Brüsszelt, minden elvárást azt teljesítsenek, még akkor is, hogyha esetleg ez a gazdáknak a kárára volt, hogy a magyar termőföldet külföldiek is megvásárolhassák, és hogy az élelmiszer gazdaságba is a külföldiek bevásárolhassanak, és ezzel piacot szerezhessenek. Ez 2010-től gyökeresen megváltozott. Európa egyik legszigorúbb földtörvényét hoztuk, ami védi a magyar termőföldet, hogy nem kerülhet idegen kézbe. Ez volt szerintem a legfontosabb alapja annak a fejlődésnek, ami elindulhatott, és hogyha most megnézzük, akár a járványügyi veszélyhelyzetben, hogy hogyan tudott teljesíteni a magyar agrárium, akkor egyrészt büszkék lehetünk rá, hogy biztonságos, egészséges élelmiszert tudott a magyar családok asztalára tenni ebben a nagyon nehéz helyzetben is, és mindez mellett a termelékenysége is olyan számokat produkált, ami előtte nem volt. Tehát le a kalappal, de ugyanakkor ennek a társadalomnak is lesz egy választás, április 3-án nekik is el kell dönteni, hogy a kudarcokkal terhes Gyurcsány korszakot szeretnék újra látni a mezőgazdaságban, vagy pedig a 2010 utáni sikeresebb éveket. Erről is fog szólni április 3-a. A program keretében a rendelkezésre álló források felét gazdasági fejlesztésre fordítják, harmada pedig a környezet és klímavédelemre kerül, ami a korábbi időszak dupláját jelenti. Emellett a kis települések fejlesztésére jutó összeg negyedével növekszik, amely így a források 10%-át teszi ki, ami Fejér megye számára is kiemelten fontos. Korábban soha nem látott mértékű forrás várható a magyar agráriumba, ahhoz, hogy ezt a forrást lehívjuk, az agrárkamarának a hatékony közreműködésére van szükség. Fejér megyében több mint 13 ezer tagja van a kamarának, és ennek a tagságnak valamivel több mint 50%-a foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel. Az egységes kérelmek statisztikáiból kiderül, hogy a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdáknak mintegy 75%-a
igénybe vette a falugazdászok közreműködését, és a kamara segítségével nyújtotta be a kérelmeket. A tavalyi évben Fejér megyében valamivel több mint 25 milliárd forintos agrár támogatás érkezett a megyébe, és ez 7405 pályázó, sikeres pályázó között oszlott meg. Hogyan tovább? Tudják-e már, hogy miként lehet majd felhasználni a következő büdzsé pénzét? A következő forrásoknak a felhasználása most jelenleg még egy átmeneti időszakban történik, tehát már az új forrást tudják leívni a gazdálkodók, de még a régi szabályok szerint, és ezt követően fognak majd kialakulni a részletszabályok, amikor majd letisztulnak az új támogatási ciklusnak a részletszabályai. A következő időszakban az egy fontos változás, hogy a közös agrárpolitikának az uniós forrását soha nem látott mértékben megemelte a hazai kormány, így a hazai társfinanszírozással együtt egy kiemelkedő támogatáshoz juthat a magyar agrárium, ami hatalmas segítséget jelent a gazdálkodóknak. A KAP első pillérének keretében 3400 milliárd forintot, a második pillér tekintetében pedig 2853 milliárd forint fordítható a mezőgazdaság, élelmiszeripar és a vidéki települések fejlesztésére. Mindez azért lehetséges, mert a kormány úgy döntött, hogy az uniós jog adta maximális mértékben 80%-ban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési források mellé.